A kuparendszerű párharc első felvonásán 8 ponttal nyert Debrecenben a Sunshine Nyikse, így a visszavágón akár egy 7 pontos vereség is elég lett volna a hazaiaknak a továbbjutáshoz. Ehhez képest az első negyed végén már 21 ponttal vezettek a nyíregyháziak a tartalékosan érkező vendégek ellen. A folytatásban sem volt egy súlycsoportban a két csapat, a különbség folyamatosan nőtt, végül 83 ponttal győzött a valamennyi kosarasának játék lehetőséget biztosító házigazda. Az ellenfelünk nagyon tartalékosan jött el. Előtte hétvégén egyetemi meccsen volt két sérülésük a kulcsjátékosok közül, egyik játékosuk már elutazott a hosszú hétvégére, illetve én azt gondolom az otthoni vereség is ezt kiváltotta, mert azt gondolták, hogy idegenben kevesebb szansunk van, amire én azt gondolom talán esély is volt arra, hogy mi hazai pályán behúzzuk ezt a mérkőzést, de az alapszakasz két mérkőzését látva nagyon szoros meccset vártam, mert egy-egy győzelem volt hazai pályán mind a két csapatnak, és közel azonos szintű csapatokról lévén szó, ennek örülünk. A nyíregyháziak csapatkapitánya nehezebben se számított, de szerinte a két mérkőzés alapján nem kérdéses, hogy melyik volt a jobb csapat. Készültünk az ellenfél erősségeiből, illetve gyengeségeiből, de úgy gondolom, hogy az idegenbeli meggyőző teljesítményünkkel bizonyítottuk, hogy nekünk van helyünk a négyben, és nem ennek a debreceni Zicsertigriseknek. A Sunshine Nyikse a döntőbe jutásért az alapszakasz győztes BKG Prémies ellen vív két nyert meccsig tartó párharcot. Az első mérkőzés április 19-én lesz Debrecenben, majd két nappal később Nyíregyházán a Bánki csarnokában találkozik egymással a két csapat.